bioetanol gyártó üzemet létesítene az egykori papírgyár területén a Párkányi Ipari Park részvénytársaság. A technikai alkoholt kukoricából állítják majd elő, a cég már a beszállítókkal is leszerződött. A projektre 3 millió eurós uniós támogatást nyertek. A környezetvédelmi hatástanulmány elkészült, rendelkeznek a szükséges engedélyekkel is, jelenleg az építkezési engedély kiadására várnak, a tervek szerint jövőre indul be a gyártás, ami 20 ezer tonna ipari alkoholt eredményezhet éves szinten. A koncentrátum az autók ablakmosó folyadékába, vagyis konkrétan itt a téli ablakmosó folyadékra beszélünk, mert abban szükséges ez a minőségű alkohol. Ez lényegében egy etilalkohol, bizonyos paraméterekkel elég szigorú szabályok vannak, hogy mi lehet benne, mi nem, és erre volna piac. A részvénytársaság több mint 50 embert foglalkoztatna az etanolüzemben. Mivel a Párkányi Ipari Park az egykori hajógyári kikötőt, valamint az energetikai blokk épületét is birtokolja, további befektetőket várnak a parkba. Van egy aláírt szerződésünk egy lengyel céggel, akik egy komoly logisztikai centrumot szeretnének létrehozni. Ők a kikötő és a vasút hálózatunk után érdeklődnek, illetve nagyobb ilyen 7,5-8 hektár raktározási területről. Aztán későbbiekben valami gyártást is hoznának ide, de azt még, arról még nem igazán beszéltek. De ilyen 600 ezertől 1 millió tonna megmozgatásáról beszéltek egy évbe, úgyhogy ők a kikötőt szeretnék kiépíteni, modernizálni, és a vasutat szintén. A leendő áruátrakó központ mellett a Párkányi Ipari Park kutatásfejlesztési projektben is érdekelt, a tervek szerint lignocellulóz alapanyagból, például fából, kóróból is gyártanának technikai alkoholt, egy olasz cég pedig műanyagfeldolgozó és újrahasznosító gépeket telepítene az egyik csarnokba. A bioetanolgyártást a legkorszerűbb berendezésekkel indítják be, a beruházás összértéke 13 millió euró. Mintegy 6000 euróból létesítette Párkány azt a kerékpársávot, amely az egyes városrészeket köti össze a korzóval és a városközponttal. Mivel az autósok és a kerékpárosok még nem igazán szokták meg az új sávot, ez turistaidényben és csúcsforgalomban akár kritikus közlekedési helyzeteket is okozhat, és ezt maguk a bringások is igazolták. Mikor én jöttem rajta, egy ilyen böhömlött terepjárgó átjött teljesen az én felembe, ha nem megyek föl a járdalra, elüt az autó. Itt ez a kanyar, ez a legrosszabb pont, főleg, hogyha egy busz áll bent, és innen jön még egy busz, és hát nagyon szűken veszélye, tehát ne is átvágja a kanyart, úgyhogy ott nagyon veszélyes a biciklistáknak. Akadt viszont, aki a kezdeti kaotikus helyzetek ellenére csak dicsérte az új sávot. Nagyon jó, hogy így kitaláltak meg minden, mert most így lehet mással visszafelé is jönni. A rendőrök most már nem szólnak semmit. Nagyon jó, autókat ki tudjuk kerülni, szépen nem jönnek át, nagyon jó. A stábunk által bejárt szakaszok közül főképp a központi buszpályaudvarnál található kereszteződés tűnt veszélyesebbnek, nem is alaptalanul. Itt ugyanis néhány hete majdnem elgázoltak egy kerékpárost, mert a Vadasfürdő felől érkező autósok még nem szokták meg, hogy bringasáv is van az úttesten. Lengyel Attila önkormányzati képviselő, a kerékpárút legfőbb szorgalmazója viszont úgy véli, ha a forgalom résztvevői előzékenyek és betartják a kreszt, akkor nem történhet semmi baj. Figyelemmel kell lenni a közúti közlekedés résztvevőinek egymásra, úgy a gyalogosoknak, kerékpárosoknak és autósoknak, és szerintem teljes mértékben működni fog az egész. A Városháza közlekedési osztálya az összes kritikus helyre kirakatta a stop táblákat is, a kerékpársávval kapcsolatban még nem érkezett hozzájuk panasz. Szerintük sok múlik azon is, hogy főként turistaidényben és a forgalmasabb utakon mennyire figyelünk oda egymásra.